Tánc és ének a Kossuth téren, nem mindennapi látványban lehetett része péntek délután a járókelőknek, autentikus cigányzenére táncoltak roma és nem roma gyerekek. A gyerek közelebb integrációs napra megye szerte több iskolából érkeztek diákok, többek között Tiszavasváriból, Nagykálóból és Biriből. A Kossuth téri flashmobot a Nyíregyházi Vásárhelyi László alapfokú művészeti iskola koordinálta. A rendezvény célja a diszkrimináció csökkentése és az integráció segítése, hogy már fiatal kortól előítéletek nélkül éljenek a gyermekek. Éppen ezért elsősorban a 10-18 éves korosztályt próbálták bevonni a programba, de bárki csatlakozhatott a táncoló tömeghez. Fiatalok, kevésbé fiatalok és nagyon-nagyon fiatalok, tehát kicsi gyerekek, középiskolások és felnőttek, együtt tudunk szórakozni, közös nyelven tudunk beszélni, cigány gyerekek, magyar gyerekek, nem cigány gyerekek, és együtt tudunk jól érezni magunkat, és felhívni a figyelmet arra, hogy közös nyelven is tudunk beszélni, és hogy igazából egy figyelemfelhívás arra, hogy fogadjuk el egymást, mert emberek vagyunk, mert csoda minden ember élete, és csoda az, hogy együtt is képesek vagyunk valami nagy dologra. A gyerekek nyitottak, a felnőttek már kevésbé, tették hozzá a szervezők, éppen ezért, mert kiskorban fontos, hogy nyitottságra is, és az elfogadásra is felhívják a szülők a gyermekek figyelmét.